Sziasztok! Nem tudom, hogy fogom-e valaha használni ezt a videót, de egy csomó olyan érzés kavarok bennem, amit soha senki nem szokott mondani. Főleg nem ebben a kontextusban, de egyszerűen az elmúlt napokban annyira kavarognak bennem az érzések. Emil holnap lesz 1 éves. Ami egy szuper dolog, és hogy szóval Emil holnap lesz 1 éves, ami egy nagy öröm, egy nagy buli, és ugye tavaly csináltam egy videót, illetve 2 videót arról, hogy hogyan, hogy mi történt a 40. betöltött terhességi hét után, hogy terminus túllépésem volt, és hogy mennyit küzdöttünk, hogy ne indítsák be Emilnél a szülést, vagyis nálam a szülést, és hát ezek a, egyrészt ezek a, ez egy óriási küzdelem volt, rengeteg szorongással és sírással, és nagyon, nagyon nehéz volt, és ugye ma indult, 19-én indult be végül a szülés egy mészáérlelővel, amit reggel kaptam, és este folyt el a magzatvíz, és akkor indult el Emil. És hát ugye maga a szülés is olyan volt, amilyen, arról is csináltam egy videót, de az ember, vagy hát sokaknál, nálam is ez a szülés élmény, ez folyamatosan változik, hogy mit gondolok róla, hogy milyen is volt ez, és hogy mit lehetett volna másképp. És nem volt annyira tragikus. Tudom, hogy sokkal-sokkal nehezebb szülések is vannak, de ez sem volt egyszerű, és nagyon, nagyon magányos voltam az első 6 órában. Köszönhetően annak, hogy a kórházban voltam egyedül. Szóval ez az elmúlt 1 év is nagyon-nagyon nehéz volt. Kinek nem? 2020. Szavak nincsenek erre az évre. De mindentől függetlenül is iszonyatos küzdelem. Rengeteg öröm. Rengeteg megismételhetetlen boldog pillanat. És 100-szor annyi nehézség. Emil most alszik egyébként. Most napi 1-szer alszik már csak 2 hete, de hát ez borzalmasan nehéz. Ez az átállás, és ma még nem ettem, és itt a kimosott vizes ruha, és le kéne szedni a szárítót, és a lakás úgy néz ki, mint ami felrobbant, és borzalmas éjszakánk volt, és körülbelül 3 órát hallottam, és utána még másfelet reggel, amíg a Dávid vigyázott Emilre. Szóval lehet azt mondani, hogy talán nem ezzel kéne foglalkoznom, és nem magamutogatással elütni az időt, hanem ezekkel foglalkozni, vagy aludni, vagy enni. De egyszerűen kikívánkozik ez belőlem is. Rohadtul lelkiismeret furdalásom van, nagyon-nagyon lelkiismeret furdalásom van, hogy ennyire össze-vissza vannak az érzéseim. Mikor holnap van a szülinapja. És nagyon-nagyon szeretem. Tudom, hogy
hogy sokaknak nehéz, és nem tudom, hogy ez segít-e, ez a videó, hogy itt bőgök. Nem mintha ez lett volna a tervem, csak el akartam mondani, hogy mi van bennem. Volt egy olyan érzésem, hogy fogok sírni, vagy hogy folytogatni fog a sírás, de arra nem gondoltam, hogy a leülés pillanatában ez előjön. Tudom, hogy sokan megértenek, és sokan egy cipőben járnak velem, és azt is tudom, hogy sokan nem. És hogy vannak szerencsések, akiknek sokkal könnyebb a kisbabájukkal, vagy egy kisgyerekükkel. Emil nem egy könnyű eset, egy végtelen intelligens, okos, értelmes, erős, ügyes fiú. Tényleg elképedek, hogy miket tud minden szinten. De ezzel együtt jár rengeteg nehézség, hogy ő ilyen, nem tudom, több emberes, elvileg. Ugye erre van egy ilyen pontozási rendszer, vagy egy ilyen 12 pontos lista, hogy mitől több emberes egy több emberes baba, egy gyerek. És néha azt gondolom, hogy minden igaz rá, majd egy kivételével, de sokszor már úgy vagyok rá, hogy hát, azért nem, de hát közben meg igen, meg hát szakemberek is mondták már ezt. De most tök mindegy a címke, nem ez a lényeg, csak az, hogy azért tudom, hogy van, akivel könnyebb, és tudom azt, hogy ők lehet, hogy nagyon nem értik meg, és az egész csak egy ilyen, tényleg egy ilyen magamutogatásnak, vagy egy ilyen gyengeségnek gondolják ezt, amit én elmondok, vagy megmutatok. Nagyon szeretném élvezni a holnapi napot, és önfeledten örülni. Csak annyira sok minden borul rám, meg ránk ebben az időszakban. Minden emlék visszajön, hogy akkor milyen nehéz volt, és hogy most milyen nehéz, és hogy nem hittem volna, hogy ilyen sokáig lesz így nehéz, hogy egy évig nem fogok aludni. Hogy hát ki tudja, meddig nem fogok aludni. Már egy éve nem alszom, és nem akarom, hogy az jöjjön le ebből az egészből, hogy én megbántam, vagy hogy tényleg, hogy úgy hülye vagyok, hogy gyenge vagyok. Nem érzem magam annak. Nem. Erősnek érzem magam. Már csak azért is, hogy ezt megmutatom, vagy hogy ezekről beszélek. Tényleg. Nyilván persze nekem is egy terápia, de nyilván hatalmas támadási felületet adok ezzel, de tudom, hogy adalmas támogatást is sokaknak, mert rengetegen írtok nekem, és nagyon jól esik, és nagyon örülök, hogy segíthetek. De hogy ugye ezek a szülinapok, ez is mindig olyan, hogy akkor szülinapja van a gyereknek, és akkor együtt a család, és akkor kap egy csomó ajándékot, és akkor kap egy szuper tortát, amit jobb esetben anyuka süt meg, és szeretnék neki tortát sütni, és nem tudom, hogy mikor fog. Az kimutatja meg arról, mikor van szó, hogy készül el az a torta. Hogy most az ő komfortjának a megvonásával, vagy hogy mondjam, az ő zaklatottságának az árán tudnék tortát sütni, mert nem bírja ki, mert nem tudja elviselni, hogyha mással foglalkozom, hogyha sütök vagy főzök, és most nem tudok, mert rohadt hangos lenne, este nem tudok, mert már alszik, és rohadt hangos lenne, nem tudom, ha hazajön a Dávid, akkor
talán neki tudok állni, de... De az is... Szóval sportolni is szeretnénk ma mind a ketten, mert muszáj ahhoz, hogy az év elménket megőrizzük. És... Szóval mindig valaminek a rovására megy. És nyilván az utolsó dolog, aminek a rovására menjen bármi, az az Emilnek a lelki békéje. De annyira nehéz őt abban benne tartani. Mindegy. Ez van. Nehéz a zaklatott vagyok. Nehéz a szívem. Szeretném, hogyha 100%-ban örömmel, boldogsággal és kiteljesedéssel telne meg holnap. De ma nem azzal van tele. Nem tudom, mi lesz ennek a videónak a vége. Nem tudom, hogy meg fogom-e mutatni, hogy fogom összevágni. Úgyhogy elköszönök, hogy legyen egy vége, ha ez a vége. Úgyhogy sziasztok!